Tájékoztató rócsót tartott Hévízen a Magyar Turisztikai Ügynökség az Én Vendégszobám alkalmazással és a kötelező adatszolgáltatással kapcsolatban a szobakiadók számára. A rendezvény megtöltötte érdeklődőkkel a Városháza dísztermét. Pap Gábor polgármester köszöntőjében elmondta, fontos lesz a szállásadók és a város számára is, hogy sikeresen bevezessék az új adatregisztrációs szolgáltatórendszert. H. Horváth Orsolya, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója kiemelte, november 30-áig kell beadni a magánszálláshelyek üzemeltetőinek az önkormányzathoz a jegyző által kiküldött irat mellett azt a dokumentumot, amivel igazolják, hogy beregisztráltak a rendszerbe. Egy körülbelül 30 napos türelmi időszak van még. Decemberben senkit nem fognak ennek kapcsán ellenőrizni, viszont január 1-től már nem tud úgy működni magánszálláshely, hogy nem végezte el ezt a regisztrációt, és nem élesítette magát a Nemzeti Turisztikai Adatbázisban. A jó hír az, hogy ebben a rendszerben szezonálisan be lehet állítani a nyitva és zárva tartásokat, tehát gyakorlatilag télen, hogyha valakinél nincsen vendégforgalom, akkor be tudja állítani, hogy őt minden nap úgy kezeli a rendszer, hogy nála vendég nem fordult meg. Ezek után december 1-e és 31-e között kell az egyéb és magánszálláshelyeknek regisztrálnia az ENTAK rendszerébe. Lajkó Ferenc, a Hévízi Szobakiadók Szövetségének elnöke rámutatott, azok lehetnek magánszálláshelyek, akik 8 szoba 16 férőhelyig vagy egyéni vállalkozásként, vagy adószámos magánszemélyként végzik tevékenységüket. A decemberi regisztrációt követően januártól már adatszolgáltatási kötelezettségük van a magánszállásadóknak is, hasonlóan a panziókhoz, szállodákhoz, akiknek már korábbi dátumok voltak megadva. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb információk. Az is nagyon hasznos információ lehet még, hogy ez az Én Vendégszobám alkalmazás, ez így, ahogy mondjuk ékezetek nélkül, ez a honlap, ez megtalálható az interneten, mindenki fel tudja keresni, és ott minden hasznos információt megtalál róla. A szálláshelyeknek a vendégek adatait be kell vezetniük az adatszolgáltatási rendszerbe, így a helyi önkormányzatok és az országos ellenőrző szervek létszámra és nemzetiségre vonatkozó információt kapnak. Ez segíti majd a jövőben a turizmus tervezését és irányítását. Az alkalmazás, amit ehhez használni kell, mindenki számára ingyenesen elérhető mobiltelefonra és számítógépre is.